Sorban álltak a dedikálásra várok pénteken a Nyársapáti Művelődési Házban. Ők szinte egytől egyik részesei voltak azoknak a jó hangulatú és emlékezetes túráknak, amelyek most könyvformát öltöttek. Túraútvonalak, a résztvevők névsora, a programok, fotók, 28 év számtalan emléke kapott helyet az Országjáró Falusi Diákok Kerékpártúrák Nyársapátról című kötetben. A könyvet Pásztor István állította össze. Ő évtizedekig volt Ceglédy sportvezetője, a Nyársapáti iskola testnevelő tanára és nem utolsó sorban a túrák szervezője és résztvevője. Vig Károllyal álmodták meg, legyen a nyársapáti gyerekeknek is lehetőségük túrázni, nyaralni. Az álomból pedig egy majd 30 évig tartó túrasorozat lett. Hát ez végül is azt jelentette, hogy azon túl, hogy nyaralásokat biztosítottuk a diákjainknak, hát bejártuk az egész országot. És ebben benne van az is, hogy ott függetlenül attól, hogy a fő szempont a nyaralás volt, megismertek olyan nevezetességeket, ahol jártunk, kulturális színtereket, ami azon túl, hogy nyaraltak, épült az ő művelődésükre is, ami nem célzatos volt, de ha már ott volt, akkor ezeket is útba ejtettük. Szervezőtársa Vig Károly sajnos már nem élhette meg a könyv bemutatóját, de a kötettel rá is emlékeznek. És emlékszik rá is szinte megszámlálhatatlan gyermek, aki azóta már felnőtté vált, és talán éppen a túrák miatt kerékpározik a mai napig is. Ahogy én visszaemlékszem, körülbelül olyan 6500 kilométert bicikliztünk, és hát létszámot nem tudok mondani, de átfedésekkel biztos, hogy olyan 1500-2000 résztvevővel zajlottak. József is egyike volt a túrázóknak, az elsőn és az utolsón is részt vett, sőt a vének tanácsának tagja is lehetett. Én ugye benne voltam a vének tanácsába, ennek volt egy külön feltétele, ugye egy plusz túrát kellett teljesítenem a túrán belül, és így lettem a vének tanácsának tagja. Egy örök emlék, én azt mondom mindenkinek, számomra is, meg aki ebben valaha is részt vett, szerintem biztos, hogy emlékezni fog rá, és így a könyvet lapozva a rengeteg fénykép és a szöveg alapján ugye nagyon jó emlékek jönnek elő erről az iskolai korról, és ugye nekem már akár a kislányom is jelen van, és azt a képek is bizonyítják, úgyhogy több generációs ez a túra, úgyhogy egy nagyon jó érzés így a könyvvel elkészítve, meg látni saját magát az embernek, hogy mit is vitt véghez. A régi túrák résztvevői többen gyermekeikkel meglepetéssel is készültek. Természetesen kerékpárral gurultak be a könyvbemutató helyszínére, a kötet szerzője és egykori szervezőtársa családja legnagyobb meglepetésére. A könyv megjelenését egyébként Nyársapát község önkormányzata, Pest megyei Szabadidősport Szövetség és számos magánember, cég is támogatta. Őket is vendégül látták a jó hangulatú bemutatón.